Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Kecskemét elleni vereség után Jászberényben játszik a Marsó Nyíregyháza. Ötödik meccsén is megőrizte hibátlan mérlegét az NKS. Két hagyományos torna is várja az év végén a kispályás foci szerelmeseit. Hét vesztes mérkőzést követően győzött a Nyíregyházi Teke klub. A Sényű nyerte a megyei első osztály rangadóját. Kosaraztak, fociztak és röpisztek a megyei sporttapokon. Hazai pályán szenvedett vereséget a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 8. fordulójában Sitko Ernő együttese a Kecskemétet fogadta, és a vendégek 76-61-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Őrület, hogy egy olyan első fél idő után, amikor fölényesen tudunk vezetni, és teljesen jól működik minden, miért nem működik a második fél időben. De azért ezek a problémák már az első fél időben is elkezdődtek, amikor 10 pont fölött vezettünk, vagy 10 pont körüli előnyünk volt, hagytuk őket visszajönni. Az utolsó támadásról pedig azt hiszem nem is kell beszélni. 11 másodperc van hátra, fejjel előre neki megyünk az ellenfélnek, egy 5 pontos vezetésnél. Ahelyett, hogy mi vezetnénk 7-tel, kapunk vissza egy 3-ast és 2 pont az előny. Elképesztő hibákat követünk el, és a második fél idő elején, a 34-ben teljesen fejetlenül támadtunk sajnos. Mit lehet tenni azért, hogy ez megváltozzon, hiszen a meccsek követik egymás hétről hétre, és fogynak is? Gyakorolhatunk, de a játékosoknak a hitüket kell picit átalakítani. Olyan, illetve nem is nagyon értem. Többször lejár a támadó idő. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet olyan, hogy a pályán lévő játékosok nem tudják, hogy mennyi a támadó idő. A gyerekmérkőzéseken nem lehet látni ilyen szituációkat. Beszélnünk kell erről mindenképpen. Ebben a sportágban megszokott, hogy az átigazolási szezon végéig, február végéig cserélődnek a játékosok, felmerült esetleg annak a lehetősége, hogy légiós fronton változtattok. Persze, hogy felmerült, már mérkőzésekkel ezelőtt is felmerült, csak ehhez anyagi forrásra van szükség, és annyira nem búskálunk a javakban, hogy cserélgessük a játékosokat. Idegenben mindig nehéz meccset nyerni, ez a mérkőzés azért könnyebb volt, mint amire számítottál? Hát első fél idő után nem gondoltam úgy, de mikor kezdődik harmadik negyed, bocsánat, egy meccsen harmadik negyed is legfontosabb, akkor nagyon jól játszottunk Videkézzel, és Nyíregyháza csak, ahogy látom statisztikában, bedobta 8 pont, amit volt kulcs pillanat, és akkor mi sikerültünk fordítani meccs a mi ellenben. Azt szokták mondani, hogy a pontokat elődobják, de a meccset hátul nyerik meg. Ez most abszolút beigazolódott. Ez a Kecskemét játék egyébként? Ma második fél időben minden jól működik, de ez a stílus kell követni. Jó Videkézés, jó Videkézből mindig fog jönni, és jó támadás. Ötödik meccsén is megőrizte a bajnoki veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az újonc Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatának vendégeként lépett pályára, és 99-62-es győzelemmel távozott a fővárosból. Az első percben vezettek 2 ponttal, akkor ott egy rossz védekezés néha egy középtávoli tempót sikerült bedobniuk. Onnantól kezdve kijöttek egy egész pás letámadásra, és ezt az egész pás letámadást egy játszik könnyedséggel játszottuk. Hát ugye már az első fél időben dobtunk 63 vagy 66 pontot, mert nem is emlékszem, lett teljes mértékben. Nem igazán, tehát a palánk alatt nem tudtak az Orsival mit kezdeni. Dia is akkor bontotta meg a védelmet, amikor éppen önnek látta, a többiek pedig ezekből a kiosztásokból, leosztásokból szépen betaláltak. Második fél időben ugye a két kúszát és a húsonat próbáltuk pihenteni, tehát a Diát és az Orsi nem igazán játszottuk. Itt már beállt egy 2-3 zónába az ellenfél. Ugye a terem nagysága miatt is itt nagyon nehéz volt, mert szűkebb, kisebb teremben játszottunk, mint a szabály mellett. Nagyon nehéz volt a betöréseket végrehajtani, mert igencsak agresszívan, keményen léptek oda. És mivel megvolt már a kellő különbség a mérkőzésen, a játékvezetők is azért kicsikét engedékenyebbek voltak ezekkel a fautokkal, de szerintem ez arra jó volt, hogy játszani egy jó mérkőzés, mindenkinek erről lehetőséget tudtunk adni, és készülünk a következő heti mérkőzésünkre. Továbbra is veretlen a csapat ilyenkor, vannak játékosok, akik hajlamosak egy kicsit elkényelmesedni, elhinni, hogy minden tökéletes, kell lesz a problémát, vagy egyáltalán ilyen probléma van, kell kezelni? Hát nem, hát azért ezeket a problémákat igyekszek kezelni, tehát ez nálunk most az, hogy nyertünk itt 30-40 ponttal, ez nem egy akkora
különbségű győzelem, hogy most ettől mindenkinek hanyat kellene esnie. Természetesen nekünk az eddigi hetekben is az volt a célunk, hogy a következő heti mérkőzésekre készüljünk. Itt elsősorban most ugye a Kecskeméterni mérkőzésre, tudjuk jó, ugye, hogy van két olyan játékosa, aki mérkőzésről mérkőzésre 30 pont körüli átlagra képest. Hát mindenféleképpen erre kell, hogy készüljünk. Ez a mérkőzés is már azt szolgálta, tehát mondom, itt is beállhattunk volna egy zónába, ami sokkal nehezebbé tette volna az ellenfél dolgát, de ugye egyértelműen arra kell készülnünk, hogy az egy-egyen játékot valamilyen szinten a Kecskeméten is le kell, hogy védjük. Meg mellettem nem igazán van esélyük arra, hogy azítsanak, tehát nem. A hagyományokhoz híven az év vége felé közeledve ismét két téli teremtornán léphetnek majd pályára Nyíregyházán a kispályás futball szerelmesei. November utolsó hétvégén a Nyíregyházi Retro Rádió kupán, karácsony előtt pedig a Szabolcs Takarék kupán rúghatják majd a labdát a Mórában a kispályás futball csapatok. Negyedik alkalommal kerül megrendelésre november 28 és 29-én a Móra Ferenc Általános Iskola csarnokába a Nyíregyházi Retro Rádió öreg fiúk teremlabdarúgó torna. Itt egyedüli kikötés van, hogy betöltött 35 évvel kell rendelkezni. Egy játékosnak egyébként bárki részt vehet ezen a tornán ezen kívül, és 24 csapatot várunk erre a tornára. Szombaton selejtezők vannak, csoportmérkőzések, négyes csoportokból, csoportok első két helyzetjei jutnak tovább, és vasárnap délután is van még egy csoport, azt követően pedig rendezzük az egyenes kieséses rendszert. 150 ezer forint összdíjazása van a tornának, és természetesen külön díjakat is kiadunk. Szintén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Szabolcs Takarék karácsonykupa. Ez már decemberben, december 18-19-20-án kerül lebonyolításra, és itt egy óriási nagy létszámú csapatmennyiséget várunk, hiszen 36 csapattal kívánjuk lebonyolítani, ezért három napos, vagyis két és fél napos, hiszen pénteken délután kezdjük el 2 órakor, és egészen vasárnap késő estig zajlanak majd a mérkőzések. Itt 200 ezer forint összdíjazása van a tornának, és mellette természetesen a külön díjak. Ez egy országos jellegű torna, hiszen tavaly is 5 megyéből érkeztek hozzánk csapatok, nagyon megszerették már a tornáinkat, és erre büszkék vagyunk. Milyen színvonalra számíthatnak azok, akik kilátogatnak a tornákra az elmúlt évek tapasztalatai alapján? Hát igazán színvonalas. Az öreg fiúknál eleve igazi parkettművészek szerepelnek, hiszen régi motorosok, akik már letettek valamit az asztalra, és látványos mérkőzések vannak, nagyon jó csapatok, viszont vannak ilyen ad-hoc jellegű munkahelyi csapatok is, akik neveznek. A Szabolcs Takarék karácsony kupán viszont igazi hírességek is, befejeződnek a bajnokságok, tehát részt vesznek olyan játékosok is, akik kijárnak a stadionokba, és ezért érdemes eljönni ezekre a tornákra. Tavaly a BEM iskolában rendeztük a tornát, és tömött lelátók alatt előtt játszottuk a mérkőzéseket. Most egy picit gondot jelent, a Mórába nem tudunk annyi nézőt elfogadni, de viszont a kitűnően felújított Móra iskolába is egy színvonalas torna várja majd a résztvevőket. 35 év fölötti nem öreg, hanem rutinos futballisták lépnek majd pályára a jövő hétvégén a 4. Nyíregyházi Retro Rádió kupán. Az első három rendezvény tükrében milyen tornára számíthatnak most az érdeklődők? Eddig hál' Istennek teltházas volt mindig, ahogy ugye a Nyíregyházi Sportcentrum képviseletében a Dajka úr elmondta, hogy már 17 jelentkező csapat van, de hát természetesen még ugye egy pár csapat jelentkezésért mindenképpen számítunk. Hát ahogy mondtad, gyakorlatilag itt tényleg nem öreg fiúk játszanak, hanem akik igazából vérből, szeretetből és tiszteletből űzik ezt a sportágat. Eddig nagyon-nagyon jól sikerültek ezek a rendezvények, és bízunk abban, hogy ebben az évben is így lesz. A Retro Rádió, mint a torna egyik névadója, indít a saját csapatot. A Retro Rádió még nem képes arra, hogy indítson saját csapatot, viszont már tárgyalásban vagyunk egy olyan csapattal, akik, hogyha sikerül megállapodnunk velük, akkor felvehetik majd a Retro Rádiós mezt, és akkor mint a Retro Rádió nevezett csapata fognak majd indulni. Lehet, hogy különben ebbe a csapatba egy-két rádiós műsorvezető is majd jelentkezhet. Decemberben már 4. alkalommal rendezik meg a Szabolcs Takarék karácsony kupa kispályás futballtornát. Az első három rendezvény tükrében milyen eseményre lehet számítani?
Az első három rendezvény nagyon színvonalas volt, nagyon sok csapat jelentkezett, és tényleg mind a három napon színvonalas mérkőzéseket láttunk, és a kijövő vendégek és szurkolók is azt hiszem, hogy jól szórakoztak. Nos, ezt a tendenciát szeretnénk az idén is és a jövőben is folytatni. A Szabolcs Takarék Szövetkezet ugye egy regionális hitelintézet, és mindig is szívügyének tekintette az élsportot is, de a tömegsportot is, lásd ezt az eseményt, mert ezáltal sportszerető családoknak tudunk tartalmas és nagyon jó szórakozást nyújtani. Saját csapatot indít-e ezúttal a Szabolcs Takarék? Nem beszéltük még pontosan meg a srácokkal, de én azt hiszem, hogy egy kis kikapcsolódás, egy kis szórakozás nekünk sem árt. Terveink szerint fogunk indulni. Ezen a tornán kívül milyen sportágokat, milyen sportolókat támogat még a pénzintézet? Több éve folytatjuk már három megyei ifjú tehetségnek a támogatását. Ugye ez az idei évben sem változott, nevezetesen Margitai Sándor fogadhajtóról, Bakosi Péter magasugróról és Závaszki Bálint tehetséges golfozóról van szó. Terveink szerint ez a folyamat is fog a következőben, a jövőben folytatódni. Hét vesztes meccset követően nyert a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Fintáik az újonc Vasasszonyfa csapatához látogattak, és 6-2-es győzelemmel távoztak. Egy hosszú szombathelyi utazás után végül is tök nyugodtan érkeztünk, és azt lehet mondani, hogy az első párba már nyugodtan tudtunk játszani, ugyanis a Szlovenszki Tibor maga biztosan megnyerte a csapatpontját 555 fával, ami ezen a pályán abszolút jónak mondható, mert egy nagyon nehéz pályának minősül ez a szombathelyi pálya. Míg mellette a Ráski János nagyon jól tartotta magát a hazaiak egyik legjobb játékosával szemben, aki a második szerben nagyon sok fát adott Jánosnak, de még így is volt Jancsinak az utolsó dobásokig elhozni tőle a pontot, ami sajnos nem sikerült, de ekkor se volt még gond, még mínusz 10 fába voltunk hátrány tekintetében, és egy-egyre alakult ekkor a mérkőzés, viszont azt mondom, hogy a középső sor volt talán a kulcsa ennek a mérkőzésnek számunkra, ahol a Szegő Levente csupán egy fával, de hozni tudta a csapatpontot, utolsó dobásokba sikerült maga javára fordítani a mérkőzést, míg mellette a Magyarorsi Péter nagyon rosszul kezdett a hazaiak mostanában legjobb formában lévő játékos szemben. Rengeteg fát kapott a Péter, viszont a másik fél idejében meg olyan szinten visszafordult, hogy már meg is közelítette a ellenfelet. Ekkor már 37 fás hátrányban voltunk, és 2-2-re állt a mérkőzés, viszont már láttuk, hogy a hazaiaknál nem a két legerősebb ember zár, sőt, abszolút sanszunk volt arra, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést a Hakker Dezsővel párban. Végül is az első szedben már megnyerte Dezső is, meg jó magam is a párharcunkat, és már jöttünk fel, már csak 20 fa hátrányunk volt, azonban a másik 30 dobásnál a Hakker Dezső egy fantasztikus nagy hajrát nyitott, és nagyon sok fával megvert az ellenfelét, még én is majdnem további 20 fát hoztam, és ekkor már látszódott, hogy a mérkőzés győztese igazából mi lehetünk. A harmadik szedtünkben már begyűjtöttük mindketten a csapatpontjainkat, és már ekkor látszódott, hogy döntetlennél rosszabbat nem érhetünk el. De még az utolsó párban sikerült még tovább növelni az előnyünket, és azt lehet mondani, hogy magabiztosan 6-2 arányban sikerült diadalmaskodnunk, és a 3213 fa csapatfánk is egy egész jónak mondható volt itt a szombathelyi pályán, úgyhogy azt mondom, hogy mindenképpen látszott a nyíregyházi csapaton, hogy abszolút oda tettük magunkat, és úgy gondolom, hogy megérdemelten diadalmaskodni tudtunk. Ezzel a győzelemmel egy viszonylag hosszú vereségsorozat zárult el. Milyen hatása, milyen pozitív hatása lehet ennek a jövő tekintve? Felzárkóztunk a középmezőnyhöz, és azt lehet mondani, hogy most már a Fradit mindenképpen úgy tudjuk fogadni, hogy egy kicsit magabiztosabbak lehetünk, és most már mindenképpen egy kicsit nyugodtabban tudunk játszani, és nagyon bízom benne, hogy hazai pályán végre ebbe a szezonban is sikerül győzelmet aratnunk, bár hozzáteszem, hogy ez a Ferencváros ez jóval erősebb játékerőt képvisel, úgy érezzük, mint a múlt héten itt játszó Szolnok, úgyhogy ez a mérkőzés abszolút szintén háromesélyes, bízom benne, hogy csapatfába tudunk egy jót produkálni, és ami a korábbi mérkőzésen az a 20-30 fás egyéni teljesítmények most hozzáadódnak majd, és valóban a 3400 fát elérve úgy gondoljuk, hogy mindenképpen diadalmaskodni tudunk hazai pályánkon.
A listavezető Ibrány 4-1-re győzött a Tiszavasvári ellen, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül Gerlinszky Máté együttese az őszi bajnok a labdarúgó megyei első osztályban. A forduló rangadóján a Sényű 2-1-re vert a Nagyecsedet, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl, mind a időjárás tekintetében, tehát fújt a szél, esett az eső, csúszott a pálya, nagyon nehéz volt a talaj, illetve hát az ellenfelünk egy nagyon jó, masszív ellenfél volt, hiszen ők voltak a tabellán a másodikok, és ezzel a győzelemmel sikerült őket megelőznünk. Tudtuk, az ellenfelünkről nagyon kevés gólt kapnak, egy rutinos játékosok alkotta keret, úgyhogy nehéz meccsre számítottunk. Ez is történt, de hát hál' Istennek, mi nyertünk. Mivel kerekedtetek föléjük? Én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen mi próbáltunk dominálni, ez helyek közel sikerült is, és játékban szerintem felé tudtuk nőni, és több helyzetet alakítottunk ki mi ők. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy végén a kiállítás követően az utolsó 10 percben beszorultunk a kapunk elé, és ott volt több meleg szituáció. Egy forduló van még hát a Tiszavasvári, úgy aztok az viszont már eldőlt, hogy az Ibrány az őszi első, ennyire kilóg felfelé az Ibrány mezőnyből. Ugye egyedül nekünk sikerült őket megvernünk, én úgy gondolom teljesen megérdemelten. Valóban az Ibránynak van talán a leghosszabb kerete, ők akarnak leginkább feljutni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megérdemelt az őszi elsőségük, hiszen ők nyújtották a legstabilabb teljesítményt, de mi abszolút meg vagyunk elégedve magunkkal, nyilván szeretnénk minél jobban megközelíteni őket, ezért szeretnénk az utolsó fordulóban is győzedelmeskedni. Milyen meccsre számítotok Tiszavasváriban? Szintén egy nehéz meccsre számítok, hiszen idegenbe lépünk pályára. Tiszavasvári is egy jó erőből álló csapat. Nagyon kiki meccseket szokott játszani, és mostanában több győzelmet is elértek. Úgyhogy én egy nagyon nehéz ütközetre számítok, de nagyon remélem, hogy ezt is sikerrel fogjuk abszolválni. Lesz egy hiányzótok, hiszen Farkas Mártont kiállították, mennyire fog hiányozni? Hát ő nagyon fog hiányozni. Ugye most ért vissza egy arccsonttörésből, és nagyon hiányzott a csapatnak. Sajnos egy ilyen buta szabálytalanságból fakadóan nem játszhat az utolsó fordulóban, de hát ez van, meg kell tudni pótolni őt. A tabella élén a 35 pontos Ibrányál megelőzve a 29 pontos Sényűt és az egyaránt 28 pontos Szakolyt, valamint Nagyecsedet. A Mándoknak és a Tuzsérnak 25-25, a Nyírgyulajnak, a Máté Szalkának és a Fehérgyarmatnak egyaránt 22 pontja van. A kieső helyeken a 8 pontos Kemecse, a 2 pontos Nagyhalász és az 1 pontos Tiszalök várja az őszi zárófordulót. A párosítás a következő: Tiszavasvári Sényű, Nyírgyulaj Tuzsér, Kemecse Tiszalök, Nagyecse Szakoly, Gyulaháza Fehérgyarmat, Mándok Ibrány, Nagyhalász Baktalórendháza és Tiszakanyár Máté Szalka. Az utolsó őszi fordulót követően nem minden futballista vonul pihenőre, hiszen a megyei válogatottra még vár egy feladat. November utolsó hétvégéjén Gyöngyösön vár a megyei amatőr válogatottra egy nagyon komoly feladat. Ugye a régiós, európai régiós torna utó élete ez a megyei labdarúgó amatőr válogatottnak szervezett torna, és itt a magyarországi északkeleti régióban fognak megküzdeni a szabolcsi fiúk, a borsodiakkal, a Hajdúval, Hevessel és Nógráddal. Ez egy kétnapos rendezvény lesz. Mátraházán lesz a szállásunk, és Mátraházától egy 10 km van a gyöngyösi műfőn fognak játszani a fiúk. Ugye emlékezhetünk rá, hogy tavaly egyetlen egy gólon múlott, hogy Tiszaújvárosba nem sikerült megnyerni ezt az északkeleti régiót. Most annyival változott a lebonyolítás, hogy a 4 régióból nem csak az elsők, hanem az első 2 jutnak tovább a következő heti középdöntőkbe. Én nagyon úgy számolok, és nem csak én, hanem itt az edzők is nagyon úgy számolnak, hogy nem csak a november utolsó hétvégéje, hanem a december első hétvégéje is foglalt lesz az amatőr futballistáknak, a legjobb megyei amatőr futballistáknak, hiszen a cél természetesen a selejtezőből az első vagy a második helyen való végzés, és utána a továbbjutás, és hát nagyon-nagyon szeretnénk megnyerni az országos bajnokságot. Kik irányítják a megyei válogatottat? A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is Gerlinszky Máté, ugye az Ibrányi vezetőedző, illetve Kis Gábor, a tiszavasvári edzője irányítja a megye válogatottat, és ahogy tudom, a játékos keretben is minimális változás van, tehát azok a fiatal emberek fognak játszani, akik tavaly a legszebb futballt mutatták, és tényleg egyetlen egy gólon múlt az első helyük. Szerdán a Sipkai tornacsarnokában a kosárlabdával kezdődött el a megyei sportnapok rendezvény sorozata. A résztvevők még futballban és röplabdában mérték össze tudásukat.
Idejében már a 6. alkalommal szervezzük meg a megyei sportnapokat. A Szabolcs-Szatmár-Berej megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat, illetve a központi ifjúság egyesület elhivatott célként tűzte ki azt, hogy tényleg a megyei fiatalok összemérjék a tudásokat különböző sportágokban. 6. éveim már kosárlabdában, röplabdában, illetve labdarúgó kategóriában hirdetjük meg a sportnapokat. Az idejében 53 csapat jelentkezett a különböző sportágakra. Ez nagyjából megegyezik az elmúlt éveknek a jelentkezésének a számával, de boldogok vagyunk és örülök annak, hogy egyre különbözőbb intézményekből jelentkeznek ezek a csapatok. Minden sportágban megrendezésre kerül, mind a női, mind pedig a férfi középiskolás kategória. Sajnáljuk, hogy az általános iskolák még annyira nem olyan aktívak ebbe a megyei sportnapba, de célul tűztük ki azt is, hogy a következő években őket is minél hatékonyabban szólítsuk meg. Örülünk annak, hogy tényleg a megyek különböző részeiről, a megyek különböző településeiről és oktatási intézményeiből jönnek csapatok, mint például Ibrány, Máté Szalka, Fehérgyarmat, Kisvárda, Újfehértó, Záhony. Tehát tényleg én úgy gondolom, hogy egy elég széles körű paletta, egy elég széles körű azoknak az intézményeknek a névsora, létszáma, akik eljöttek az idejében a megyei sportnapokra. Milyen szervezői munkát igényel egy ilyen háromnapos rendezvény megszervezése? Igazság szerint tényleg körülbelül egy 3-4 hónapja tartó szervezési munka eredménye az, hogy ma itt állhatunk és létrejöttett ez a megyei sportnap. Nagyon sokat tettünk azért, hogy tényleg színvonalas termeket, színvonalas helyeket tudjunk találni. Emellett a csapatok megszólítása, az intézményeknek a felkerés is egy hosszabb időt vett igénybe. Egyébként országos rendezvénysorozatról van szó? Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat szervezi, megyei szintű eseményről beszélünk, tehát ez a megyében működő alap- és középfokú oktatási intézmények részére szól. De csak is Szabolcs-Szatmár-Berej megyében arra voltam kíváncsi, tehát más megyékben van-e hasonló? Az egyesületünk, a Központi Ifjúsági Egyesület támogatja a Hajdú-Bihar megyei Diák Önkormányzatok Szövetségét. Nekik pont december közepén van szintén egy háromnapos megyei karácsonyi sportnapunk, illetve októberben szerveztük meg Jászlajkun-Szolnok megyében első alkalommal egy labdarúgó bajnokságot. A terveink között az szerepel, hogy a három megyének a különböző sportágoknak a legjobb győztes csapatait összeengedjük, és egy ilyen regionális kupát is létre fogunk majd hozni szerintem a közeljövőben. Balta Dénes személyében nyíregyházi edzője van a Fiús Erdülő kézilabda válogatottnak. Az ényi testnevelő olyan csapat kialakításán dolgozik, amely sikeresen szerepel majd az ifjúsági Európa-bajnokságon. Már szeptemberben volt róla szó, akkor egy kicsit még gondolkodtam rajta, hiszen ennek a központja Balatonboglár, és nem olyan egyszerű Balatonboglárra lejárni. De úgy gondoltam, hogy ha most többedik alkalommal is fölkínálják azt, hogy a válogatott mellett dolgozhatok, akkor azt nem illik visszautasítani. És Vágó Attilával, akivel már korábban is dolgoztam együtt, a 96-osokat, 95-ösöket, 96-osokat vele fogtuk együtt össze, és ez a válogatott ugye Párizsba, Európa-bajnokságon második lett. Megnyertük velük az ifjúsági reménységek tornáját, és néhányan már a felnőtt csapatokban is játszanak NB1-be. Hát reméljük, hogy ez is egy ilyen sikeres korosztály lesz. Komoly versenyekre készülünk. Nagyjából azon vagyunk túl, hogy kiválasztottunk 50 játékost, és azt most le tudtuk szükíteni 25 főre. 2000-2001-es születésű gyerekekről van szó. Milyen fizikai állapotban vannak ezek a srácok, milyen technikai tudással vannak felvételezve, mennyit tanultak az adhoz időt, mióta kézilabdáznak? Én úgy gondolom, hogy fizikailag egy kicsit le vagyunk maradva a európai élvonaltól, ezen mindenképpen dolgozni kell. Technikailag ott vagyunk versenyben bárkivel, taktikai feladatok közül pedig a újabb, modernebb kézilabdában, a páros kapcsolatokban, a pellóval kapcsolatban kell, hogy fejlődjünk, mert inkább rendszerjátékot játszanak ezek a gyerekek, és hát ez nemzetközi szinten nem mindig kivitelezhető. Milyen egyébként a kiválasztás Magyarországon? Minden tehetséglátó térbe kerül? Én úgy gondolom, Magyarországon a legjobb volt a kiválasztás, hisz korábban, azért mondom múlt időben, mert ebben az évben sajnos megszakadt, a megye válogatottakat hoztuk létre, és a megye válogatottakat az edzők javaslatára állítottuk össze, majd ezek egy régió válogatott tornán vettek részt, ahol kiválogattuk a régióban a legügyesebb kézilabdásokat, majd a régió válogatottak országos tornája következett. Itt ott tudott lenni a válogatott edző, ott tudott lenni a kiválasztó edző, és ezt kétszer egy évben megismételtük, szerintem Európában a legkorszerűbb kiválasztási rendszer volt ez. És hogy most ezek a régió válogatottak megszűntek,
ezáltal sokkal nehezebb helyzetbe kerültek az edzők, és telefonon javaslatok és megfigyelések és mérkőzések alapján azért nem lehet úgy eldönteni, hogy ki milyen tehetséges, mint hogyha egy évben ilyen kimondottan magas kvalifikációs versenyen 3-4-szer látja az ember. Sőt, hát a régió válogatottak azok mindig együtt dolgoztak, együtt készültek, több alkalommal versenyt rendeztünk nekik, tehát jobban képbe volt. Én sajnálom, hogy ez megszűnt, mert most is állítom, hogy ilyen korszerű kiválasztási rendszere a svédeknek se volt. Gyakorlatilag minden sportágban egy olyan dilemával küzdenek az edzők, hogy játszhatni kellene a fiatalokat a fejlődésük érdekében, viszont meg kell nyerni az aznapi meccset, amelyet inkább a rutinos játékosok tudnak hozni. Kézilabdában mi a helyzet? Kézilabdában túl sok a verseny. Nekünk, én úgy gondolom, hogy a képzésre több időt kellene fordítani jóval, és nem kellene szikailag kitenni állandó győzelemnek a játékosokat. Hagyni kellene, hogy a tanított taktikai elemek azok leülepedjenek. Sokkal több egyéni foglalkozást kellene végrevinni, és a játékot egy picit... Volt olyan játékos, aki egy héten 7-8 mérkőzést játszott. Ez túlzás. Nem csak ebből a korosztályban, hanem ettől följebb is. Az edzőknek hagyni kellene időt, hogy foglalkozzanak a játékosokkal, és lényegében kevesebb mérkőzéssel, de nagyobb előképzettséggel érkezzenek akár a válogatotthoz is a játékosok. Említett, hogy 25 főse szűkült a keret, van-e ebben a keretben nyíregyházi, jelenleg nyíregyházi vagy nyíregyházi nevelési játékos? Most legutóbb két alkalom már Vanc Balázs volt velünk, őt néztük meg. Ő fizikailag és hát felkészültségben is a 25-ös keretnek el tudom mondani, hogy bőven tagja tud lenni. Ezen kívül még szeretném megnézni két játékost nyíregyházáról, azt a következő alkalommal meg is fogjuk hívni, és úgy gondolom, hogy ez a két-három ember ebből a régióból vagy nyíregyházáról akár egy bőkeretnek a végleges tagja is lehet. Ebben az évben milyen feladatok várnak, mi gondolk itt edzőtáborra, esetleges tornára, a serdülő válogatottra? Tehát a kiválasztáson túl az egyik legfontosabb feladat, hogy a kiválasztott szükebb körrel szinte végigjárjuk Európát, és tudjuk, hogy hol tartanak a északi államokban, hol tartanak a románok, lengyelek, csehek, majd a spanyolok, franciák, és hát ezeket a tornákon, ezeket a csapatokat föl kell mérni, és hát nekünk is ezek a tornák hasznos útmutatók lehetnek. Legközelebb Romániába, Segesvárra megyünk egy nemzetközi tornára, és itt már az a szükebb mag vesz részt, akit a fél év alatt kiválasztottunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!